Filmünk az M61 sorozatú mozdony vezérlésének működését mutatja be vonatindítás közben. Nézzük most részleteiben a lejátszódó folyamatokat. Indulás előtt először a fődinamo gerjesztésének kézi kapcsolóját kapcsoljuk be, majd az irányváltót a kívánt menetiránynak megfelelő helyzetbe állítjuk. Az irányváltó henger egyik érintkezője most az előre irányt vezérlő FOR relé működtető áramkörét zárja. Az FOR relé behúz és zárja az RVF2 és RVF14 jelű irányváltó kontaktor működtető áramkörét. E két kontaktor bekapcsolt helyzeténél a vontató motorok álló és forgó rész tekercselésében az előre menetiránynak megfelelő áramirányok jönnek létre. A hátra menetirány kapcsolását az RER relé vezérli. Az előre irány kikapcsolása után a hátra menetirány bekapcsolásakor az RER relé az RVR5 és RVR36 jelű irányváltó kontaktorokat működteti. E két kontaktor bekapcsolása esetén a vontató motorok gerjesztő tekercsében az áramirány megfordul, és a vontató motorok ellentétes irányban forognak. Az irányváltást vezérlő relé bekapcsolásakor az irányváltó kontaktorok működtető árama először e kontaktorok segédérintkezőin halad át. A kontaktorok bekapcsolásakor azonban ezek nyitó segédérintkezői megszakítják a működtető áram közvetlen útját. Az áram ezután ellenálláson keresztül jut a kontaktorok működtető tekercséhez. A bekapcsoláshoz szükséges nagyobb áramerősség az ellenállás miatt most kissé lecsökken, így kevésbé melegíti a kontaktor tekercseket. A többi segédérintkező arról gondoskodik, hogy az új menetirányt ne lehessen bekapcsolni, ha az ellentétes menetiránynak megfelelő relé vagy kontaktor hibásan bekapcsolva maradt. Az irányváltóhenger PY jelű érintkezője a menetirány bekapcsolásakor nyit, és ezzel üzembe helyezi az éberség ellenőrző berendezést. Ettől kezdve a mozdony működtetéséhez be kell nyomni az éberség ellenőrző nyomógombot, vagy a három állású lábpedált kell középső helyzetben tartani. Az irányváltó beállítása a menetiránynak megfelelő vezérlő relé és a menetirányváltó kontaktorok bekapcsolása után azok segédérintkezői feszültség alá helyezik az S23 és S45 jelű motorkontaktorok működtető tekercsét, feltéve, ha a selejtező kapcsoló üzemállásban van, és ha az indító és párhuzamos kapcsolást végző kontaktorok nincsenek hibásan bekapcsolt helyzetben. Az így bekapcsolódó kontaktorok az 1, 4 és 5 számú, illetve a 2, 3 és 6 számú vontató motorokat sorba kapcsolják, és a két sort rákapcsolják párhuzamosan a fődinamó sarkaira. A menetszabályozó kar első állásában a menetszabályozó hengernek a PC és PT vezetékpárt összekötő érintkezője zár. A vezérlő áram ekkor az irányváltónak a PC és az EX vezetéket összekötő érintkezőjén, a fődinamó gerjesztésének kézi kapcsolóján át és tovább a selejtező kapcsolón, valamint az S45 motorkontaktor segédérintkezőjén át az SF gerjesztőkontaktor működtető tekercsébe jut. A földzárlat relé, az átkapcsoló relé és a kerékcsúszás jelző relék reteszelő érintkezői az áram útját csak akkor tartják zárva, ha ezek a relék nem léptek működésbe. Az SF jelű gerjesztőkontaktor bekapcsolásakor a főgenerátor sönt gerjesztő áramkörét zárja. Az SF gerjesztőkontaktor másik érintkezője ugyanakkor a BF kontaktort működteti. A BF kontaktor zárja a fődinamó külső gerjesztő áramkörét. Ekkor a felgerjesztett fődinamó már áramot hajt át a vontató motorokon, és a mozdony gépmenetben vagy egészen kis terheléssel meg is indul.
A menetszabályozó második, majd harmadik állásba állításával az indítóáram s ezzel a vontató motorok nyomatéka a mozdony indító vonó ereje tovább növelhető. Ezek a vonóerők már általában elegendők nagyobb vonatok állóhelyzetből történő megindításához is. Mivel a mozdony igen nagy vonóerőt képes kifejteni, tehervonatok indításakor ügyelni kell arra, hogy a vonatot kisebb vonóerővel először kinyújtsuk, csak teljesen kinyújtott vonatot gyorsítsunk tovább nagyobb vonóerővel. Nehéz indításkor az önműködő homokoló berendezést célszerű bekapcsoltan tartani. Kerékköszörülés esetén ugyanis a kerékköszörülés gátló berendezés önműködően végzi a homokolást, és szükség esetén lecsökkenti a vonóerőt. A VCR és VSS köszörülés gátló relék vasmagján a két motorsor egy-egy áramvezető kábele van átdugva. A VCR és VSS relék a két motorsor áramának különbségére működnek. Normális viszonyok mellett a két motorsornak a reléken áthaladó árama egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú mágneses teret hoz létre, amelyek egymást kiegyenlítik. Már kezdődő kismértékű kerékköszörülés esetén is a motoráramok között keletkező különbség működtetni tudja az érzékenyebb VCR relét. Ez a relé a TDS jelű késleltetett homokoló relét helyezi feszültség alá. A TDS relé a homokolót működteti. Ha ezzel a kerékköszörülés nem szűnne meg, akkor a VSS relé is működésbe lép. A VSS relé ilyenkor nyitó érintkezője megszakítja a BF gerjesztőkontaktor működtető áramát. A BF gerjesztőkontaktor ekkor megszakítja a fődinamó külső gerjesztését, csökkentve ezzel a motoráramot és a vonóerőt. A kerékköszörülést érzékelő VSS relé működésbe lépésekor a kerékköszörülést jelző lámpát is bekapcsolja. Ha a kerékköszörülés az eddigi beavatkozásokra nem szűnik meg, akkor lép működésbe a VS5, a VS14 és a VS36 relé. Ezek a relék a motorok és a velük párhuzamosan kapcsolt ellenállások közé vannak kapcsolva. Kerékköszörüléskor a gyorsabban forgó motor ellen elektromotoros erejének növekedése miatt megbomlik az eddigi feszültség egyensúly, és a relén áram folyik keresztül, a relé működésbe lép. Kigyullad a köszörülést jelző lámpa, és az SF gerjesztőkontaktor először a fődinamó sönd gerjesztését szünteti meg. Az SF gerjesztőkontaktor segédérintkezője ugyanakkor kikapcsolja a BF kontaktort, és az a fődinamó külső gerjesztését is megszünteti. Amikor a BF külső gerjesztőkontaktor kikapcsol, segédérintkezője a dízelmotor szabályozójában lévő ORS mágnes révén a terhelés szabályzót is a legkisebb gerjesztésre állítja. A legerjesztés miatt az áram és a vonóerő annyira lecsökken, hogy a szabályzókar visszavétele nélkül is általában megszűnik a kerékköszörülés. A menetszabályzót csak akkor kell visszavenni, ha az önműködő berendezések a köszörülést már nem tudják megállítani. A kerékcsúszás megszűnte után a gyorsítást tovább folytathatjuk. Megfelelően karbantartott mozdonnyal nagy vonatok indítása sem okoz nehézséget gyakorlott mozdonyvezető számára.